Magyarország 7 arany és 7 ezüstéremmel az éremtáblázat második helyén zárt a junior úszó világbajnokságot Peruban. Az ezüstökből lehetett volna egyel több is, mivel a mixed váltó a nyíregyházi Barna Biancával a soraiban másodikként csapott a célba. Az öröm azonban csak néhány másodpercig tartott, szabálytalan váltás miatt ugyanis kizárták a magyar négyest. A váltóban igazából mindenki nagyon jól teljesített, szinte mindenki a legjobbját meg tudta úszni. Nagyon szép úszás volt így mindenki részéről. Megláttuk az eredményt, nyilván nagyon örültünk neki, hogy világbajnoki ezüstérmes lesz a váltunk, viszont amikor kiírták a hivatalos eredményt, mindenki elkeseredett, hát ugye egy kizárás senkinek nem jön jól. Bianca a 4x100-os vegyesváltó tagjaként hajszállal maradt le a dobogóról, a magyar csapat a negyedik helyen végzett. Az 50 és a 100 méteres mellúszásban az elődöntőt követően a középdöntőből már nem jutott tovább Urbin Tamás tanítványa, aki mindkét számban a 11. helyen zárta a VB-t. Én úgy gondolom, hogy junior világbajnokságon elért helyezései, mind a váltó, mind az egyéni helyezések a realitásnak megfelelnek, és nagyon boldogok lehetünk, hogy egy világbajnokságon a világ mások végén részt tudtunk venni. Voltak bennem olyan kétségek, hogy a ráhangolódás egy hetében az edzőtábor körülményei nem voltak a legtökéletesebbek. Nagyon hideg volt, külső hőmérséklet, vízhőmérséklet, ami neki nem kedvez, elég vékony testalkatú versenyzőről beszélünk, de én úgy gondolom, hogy amit lehet ebben a helyzetben kihoztuk belőle. Bár az éremszerzés ezúttal elmaradt, a fiatal sportoló nem volt elégedetlen a hosszú nagymedencés szezon záró világbajnokságon nyújtott teljesítményével. Nagyon messze volt ez a verseny, átállni szerencsére nem volt olyan nehéz nekünk. Szinte az első pillanattól jól viseltük ezt az egészet. A verseny önmagában nagyon jó volt, szerintem nagyon jó hangulattal telt el az egész. A felkészülés egy picit nehézkesen ment, mivel a medence, ahol tudtunk edzeni, nagyon hideg volt a vize, úgyhogy ez megnehezítette a dolgunkat. Viszont ez a verseny tényleg így évvégéhez képest jól sikerült. Barna Bianca szeptember végéig pihenőt kapott, aztán következik egy újabb felkészülési ciklus. November közepén Kaposváron a rövidpályás felnőtt országos bajnokságon, december elején pedig Szegeden a korosztályos rövidpályás Óbén-Szálmai medencében a nyíregyházi versenyző.